Még másnap is jól látszottak a baleset nyomai a 85-ösön. Egy autó és egy motor rohant egymásba a kereszteződésben. Dőr irányából egy személygépkocsi kanyarodott a 85-ös számú főútra. Eddig tisztázatlan okból összeütközött a Csorna irányából Győr irányába közlekedő motorkerékpárral. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a középkorú motoros férfi életét azonban nem sikerült megmenteni. A helyszínre több mentőállomásról indítottunk földi egységeket, a Balatonfüredi helikoptert is segítségül hívtuk. Az első mentőegységek a motorosnál életjelenségeket nem tapasztaltak, ezért azonnal újraélesztést kezdtek. 40 perc küzdelmes, megfeszített beavatkozások ellenére sajnos olyan sérüléseket, mellkas és koponya sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A személyautóban úgy tudjuk, hogy egy 4 tagú család utazott, közülük 2 szenvedtek könnyebb sérüléseket. Azt, hogy kinek a hibájából történt a baleset, egyelőre nem lehet tudni.